Te voltál akkor Zoltán Erika előzenekarában? Igen. Hát ez nagyon jó. Nagyon sok minden volt. Lehet, hogy kiveszed a gyereket a színházból, de a színházat a gyerekből már soha. Mindig azt kértem a jó Istentől, hogy a gyerekeim legyenek normálisabbak nálamnál. És sikerült. És egyelőre igen. Az nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk meg szülőként, meg felnőttként egy picit hallgatni is, ne csak hangosan kimondani véleményeket, mert minden nap, hogyha tanulunk valamit, az egy óriás lépés előre. Én rajta vagyok a saját utamon, és amíg látom, hogy érdekel, az, ami az úton történik, végeredményben nem is számít az, hogy hova visz az ugye a bizonyos út. Általában a pozitív élményekből nem tanulunk sokat. Hogyha minden szép és rozsaszín, abból sokat nem fogsz tudni fejlődni, meghaladni. Én úgy szeretem élni az életemet, hogy nagyon pozitívan, nagyon világosan és fényesen, de úgy, hogy ne teljen el egyetlen egy nap se, hogy ne tanuljak valami újat. Nálam nem létezik olyan lehetőség, hogy mi elmenjünk bárhova, máshova, Szentgyörről. Végereményben abszolút minden össze van kötve, és az a 15 év, amit én a reklámügynökségen belül ledolgoztam, az a mai napig is rengeteget segít. Mindig kell valami, amiért úgy rajongjál? Vajon? Nem, de sokkal szebb az élet, hogyha van amiért. Az milyen jó! Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Csupa szépeket nektek, szerusztok! And go!